Fejfej mellett áll a közvéleménykutatások szerint a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága. A Republikon Intézet felmérése szerint a kutyapárt szavazók iskolázottsága átlag feletti és többségük vidéki. Hogy miként készül a párt a jövő évi választásokra, arról Kovács Gergelyt kérdezzük. Aki a Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, jó estét! Gondolom, hogy nem a Mi Hazánkkal közösen ilyen szép párosban. Én jó estét, sziasztok! Hát azt hiszem a legtávolabb tőlünk a Mi Hazánk szellemisége áll. Hát az, hogy a népszerűségünk hasonló, azért megbocsátott kérek mindenkit, hogy bármiféle hasonlóság van. Meg kell komolyodni, hogyha ennyire jól áll egy párt? Hát kicsit zavarban vagyunk miatta, meg én egyébként igazából azt érzem legnagyobb változásnak, hogy akik jönnek hozzánk mondjuk új passzivisták jelentkezni, ott teljesen eltűnt az a rész, hogy a protest dolog miatt jönnek, tehát nem azért jönnek, hogy nem tudom, szidják az MSZP-t, vagy mert a ellenzékkel bajuk van, vagy bárkivel, hanem mert azt mondják legalábbis, hogy szeretnének valamit csinálni, és akkor nálunk ezt meg tudják találni, aminek szerintem tényleg nagyon sok energiát fordítottunk az elmúlt két évben, hogy megteremtsük annak a hátterét, hogy bárki jön, bármi ötlete van, akkor mi azt a grafikussal, a műhellyel, a logisztikával, a bármivel szakértőkkel megpróbáljuk megtámogatni, úgyhogy ezt a részét szerintem úgymond megkomolyodva csináljuk. Közben meg azért a pártelnöknek vannak nagyon jelentős ambíciói, tehát éppen néztem, hogy szerintem a Magyarországon bejegyzett pártok elnökei közül ön az első, aki Tiborcz István polgári klubjába felvételét kérte. Hát szeretnék. Azért ez valamit mutat. Szeretnék, illetve hát ez még nem biztos, hogy szeretnék bejutni, ugye az első kérdés, hogy van egy ilyen fantasztikus boxzsák ott lenne a halba az épületben a képeken, és ugye ez még nem egyértelmű, hogy ez bébi alpaka bőrből készült-e. Én csak akkor szeretnék oda bejutni, ha ez valóban bébi alpaka bőrből készült. Ez a színvonal az, amihez ragaszkodik. Hát egyrészt ehhez, a másik félelem ugye a fotósok voltak, de szerencsére azokat most már elzavarták a környékről, úgyhogy ez nagyjából rendben van. Ott önkormányzati képviselő, ahol ez a kicsi klub megvalósult. Látunk fényképeket, gyakorlatilag letaroltak egy erdőt, egy hegytetőt. Ez abban azt az önkormányzatot nem zavarja? Hát bevallom, ebben az esetben nem biztos, hogy az önkormányzat a hibás. Egyébként ez már korábban is szőlő volt a 19. században, egyébként épp Jókai Mórnak voltak részben a szőlői, amiket részben az egy magyar nábob értékesítéséből tudott megvásárolni, és aztán a piaristák kapták meg, államosították, és a rendszerváltás után az egyházi kárpótás részeként kapták vissza, egész pontosan a piarista rend magyar tartománya. Viszont ez lakóvezet maradt, annak ellenére, hogy addigra gyakorlatilag egy erdő lett belőle, és ez ugye a piaristák döntése volt, hogy ezt ők részben, egyébként ők építik be, vannak ilyen piarista közeli ingatlanfejlesztésre szakosodott cégek, mint a Portus Buda Group vagy a PBG, tehát egy részét velük, a többit pedig eladták ingatlanbefektetőknek. Egyébként az önkormányzat valóban megtehetné ilyenkor, illetve a főváros ugye, hogy erdővé minősíti, viszont azt hozzá kell tenni, hogy ez nem olcsó. Tehát amennyivel csökken az értéke egy teleknek, és gyakorlatilag nullára csökken, valljuk be, hogyha nem lehet rá építkezni, akkor azt ilyenkor ki kell fizetni, vagy hát perelhet és nyerhet. Ennél nagyobb gond a kerületben a fordított irányú dolog, tehát amikor a kerület megnöveli a beépíthetőséget valahol, vagy engedélyezi a lakófunkciót, és ezáltal jelentősen megnöveli az ingatlan értékét, akkor nem szokott pénzt kérni valamiért. Hát ezek egyirányú utak szoktak azért lenni Magyarországon, ezt pontosan tudjuk. Ha kicsit meg kell komolyodni, az azt is jelenti, hogy hagyományos párttá kell alakulni, hogyha komolyan gondolják, hogy európai parlamenti választás, vagy önkormányzati választás, tehát egyfajta közismert pártstruktúrát kell építeni? Nem hiszem, hát az, hogy próbálunk nekünk értelmesnek tűnő dolgokkal foglalkozni, akár tényfeltáró dolgokkal, akár a városfelújítással, a szociális vagy zöld dolgokkal, azt nevezhetjük megkomolyodásnak, de szerintem ez nem feltétlenül a hagyományos politikai út. Tehát én még most is azt mondom, hogy tök jó lenne, ha azért szavaznának ránk, amilyenek vagyunk, meg amit csinálunk, és persze jó, ha elszik az ingyensőr, de alapvetően nem ezek a jövő idejű feltételes módú mondatok, ugye, amikkel általában a pártok kampányolnak. És egyébként Nyugat-Európában ez, én megértem meg, hogy itthon ez ilyen, mert mindenhol ilyen. Csak Magyarországon olyan rendszer alakult ki, olyan szörny nőtt ide Budapestre, hogy ez a hagyományos értelemben vett politika szerintem nem működik. Én utólag, mi szerettünk volna bejutni az országgyűlésbe, utólag nagyon köszönöm mindenkinek, aki nem szavazott ránk és nem kerültünk be. Bevallom, nem tudom pontosan ott mit csinálnánk, azon kívül, hogy Kövér Lászlót mondjuk sikerülne hamar felidegesíteni, és a
az ő haragjára esetleg építhetnénk valami alternatív energiaforrást, de hogy annál kevésbé fontos ma nincs szerintem, amit egy ellenzéki politikus a magyar parlamentben mond. Na, de ez igaz az EP választásra is, meg az önkormányzatira is? Mert ugye ez áll előttünk jövőre. Az önkormányzati szerintem jelenleg sokkal fontosabb, én szerintem sokkal többet el lehet érni jelenleg helyi ügyek kapcsán, mint egy országgyűlésben, tehát ezért is ezt mi komolyan vesszük, egy éve elkezdtünk egy képzést az önkormányzati jelöltjeinknek, tényleg meg kellett tanulniuk sok mindent a közbeszerzésekről, hogy hogyan működik egy önkormányzat építésről, stb. Eddig előadások voltak, most megy egy gyakorlatban a dolog, tehát ezt a részét úgymond komolyan vesszük, hogy esetleg egy kicsit értsenek is hozzá bármilyen szakát. Mondjuk a közbeszerzés szónál elmosolyodtam, bár nem viccnek szánta, de hát ebben az országban néha vicces. Hát igen, a közbeszerzéseket nem rossz ismerni. Hát a közbeszerzésekben folyik ki a pénz a legtöbb egyébként az önkormányzati szinten is, nem csak állami szinten. Ha az önkormányzati választásra komolyan készülnek, az nagyjából azt is jelenti, hogy megpróbálnak minden komolyabb településen jelöltet találni? Nem, bevallom, nem tartunk ott, hogy én nem tudok mondani 500 embert, akit én szívesen látnék jelenleg a Kutyapártból önkormányzatban. Körülbelül 40-50 helyen fogunk egyébként elindulni, kb. A fele budapesti kerületben, meg illetve nagyobb városokba. Ugye külön indulunk, tehát minden LVK-ba, és akkor listáról igazából 3-4-5-6%-kal be lehet jutni, feltételezem, ez jobbára sikerülni fog. És az EP választáson nem is lesz jelöltjük? Mondjuk ön például. Ja, az EP választáson lesz mindenféleképpen, én nem szeretnék kimenni, se Brüsszelbe, se Strasbourgba. Még nem tudom megmondani, hogy ki lesz a jelölt, de azt annyi titkot már elárulhatok, hogy nagyobb az esélye, hogy ember lesz, mint hogy nem. Van annak értelme? Tudom, merész és újítás, valószínűleg bevállaljuk, igen. Lehet, a hátrábbi helyeken lehetnek még állatok, de az elején most kivételesen valószínűleg emberek. Vad kampány lesz ezek szerint. Mindenféleképpen. Köszönöm, jöjjön gyakrabban. Köszönöm.